digitális intézményrendszerrel. Az 55. jubileummal mérföldkőhöz érkezett a könyvtárosok vasi szervezete, mondta üdvözlő beszédében Mecsériné dr. Rozália elnök. Megemlékezett arról, hogy annak idején a megyei könyvtár 5 dolgozója alapította a csoportot. Nagy örömünkre szolgál, hogy vannak körünkben olyanok, akik 1967. szeptember 16-án, pontosan a napján ünnepeljük az 55. évfordulót, és 2 alapító tagot is nagy szeretettel köszönthetek, Pető Gyulát és Tóth Gyulát. A jubiláló szervezetet köszöntötte Majtényi László, a Vasmegyei Közgyűlés elnöke és Horváth Csoma alpolgármester is. Azt hiszem, hogy amióta létezik írott dokumentum, agyagtáblák, papírusztekercsek, könyvek, azóta vannak olyan személyek, akik ezeknek a rendszerezésével, a tartalmi kutatásával foglalkoznak, és ami nagyon fontos, hogy szerintem egy könyvtárosnak az egyik fő feladata is ezzel foglalkozik, hogy minden olvasó megkapja a könyvét, és minden könyv eljusson az ő olvasójához. A Berzsenyi Könyvtár az Egyesület székhelye és rendezvényeinek állandó helyszíne. Az igazgató beszédében hangsúlyozta, nagy szükség van elkötelezett könyvtárosokra, akik továbbadják az olvasás szeretetét. Soha nem volt ennyire fontos az, hogy tényleg az értő olvasás, könyvtárhasználat ennyire hangsúlyos szerepet kapjon, mint most napjainkban. Annyira az űrzavaros világ vesz bennünket körül, hogyha nem tudjuk értelmezni a körülöttünk lévő dolgokat, el vagyunk veszve. Elhangzott az is, sajnálatos, hogy Szombathelyen már nincs könyvtáros képzés, kellene az utánpótlás. A könyvtárak számára is nehéz idők jönnek, de igyekeznek a problémákat megoldani. A jelenlévők tisztelegtek egykori pályatársaik előtt, és Pallósiné Toldi Márta nyugalmazott könyvtárigazgató vezetésével beszélgetésben idézték fel az elmúlt 55 év legfontosabb eseményeit. Céljuk változatlan, összefogni a megye könyvtárosait. A jubileumhoz kapcsolódóan az első emeleti hírlapolvasóban megnyílt a kreatív könyvtár sok kiállítása, ahol dísz- és ajándéktárgyakat mutatnak be többek közt Körmendről, Velemből, Vasvárról. A tárlat szeptember 30-áig látogatható.